Alsó tagozatos gyerekek részére szerveztek mesevetélkedőt a Magyar Népmese Napja alkalmából a Bánaladár általános iskolában. A vidám szórakoztató versenyen a gyerekek a fejtörő és kirakós feladatok mellett többek között egy akadálypályán is kipróbálhatták ügyességüket. Az eseménnyel párhuzamosan a prevenció jegyében a 7. és 8. osztályos diákoknak Pintér József rendőrfőtörzs zászlós Veszprém vármegyei baleseti helyszínelő tartott baleset megelőzési előadást. A Magyar Népmese Napját 2005 óta ünneplik országszerte a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére. A jeles ünnepnapnak Benedek Eleka a nagymesemondó születésnapját szeptember 30-át jelölték ki. Az alkalom kapcsán a mesék jótékony hatását hangsúlyozva a Bánaladár általános iskola évek óta rendez mesevetélkedőt az alsó tagozatos tanulók számára. A mesékben lévő csodákat, a mesékben lévő rejtelmeket tovább tudjuk adni a további generációknak. 9 alsós osztályunk van, és 9 állomáson próbálhatják ki az osztályok a meséhez fűződő kapcsolatukat, mesével való ismerettségüket. Előzetes ismeretként 4 mesét kaptak a gyermekek, amiket fel kellett dolgozni, illetve rajzot kellett készíteni. Makettek készültek a mesékre vonatkozólag, illetve boszorkányként is beöltöztek egy-egy jelmezbe minden osztályból valaki, és annak a fotó illusztrációját, illetve fotóját is beküldték pályázatként. A délelőtt során a gyerekek többek között a fejtörő és kirakós feladatok mellett egy mesebirodalmat szimbolizáló akadálypályán is kipróbálhatták ügyességüket. A színes programot ez alkalommal Lambert Szilvia és Szigetiné Kiszeli Katalin tanárnők szervezték meg. Az eseménnyel párhuzamosan a 7. és 8. osztályos diákoknak Pintér József rendőr főtörzszászlós tartott baleset megelőzési előadást. A Veszprém vármegyei baleseti helyszínelő már 3. alkalommal látogatott el a Bánaladár általános iskolába, hiszen a tanintézmény pedagógusai kiemelten fontosnak tartják, hogy felhívják a tanulók figyelmét a közlekedés veszélyeire. A gyermekek látványos és sok részletében megdöbbentő prezentáció. Ott láthatnak a közúti baleseteket kiváltó legfőbb okokról és az emberi hibákról. Az előadást a baleseti helyszínelési tapasztalataira építi, illetve a kisfilmeken és fotókon túl saját élményeit is megismerhetjük a történetekből. Mindenkit magával ragadnak az előadások, maga az előadó és a téma is, ami egy interaktív, nyílt, őszinte valóságot bemutató prezentáció. Kiemelten fontosnak tartja a helyszínelő azt is elmondani, hogy minden közlekedőnek kötelessége betartani a közlekedési szabályokat, legyen az gyalogos, járművezető vagy éppen utas, és azt sem árt észben tartani, hogy ugye kellő odafigyeléssel és megfelelő közlekedési magatartással mindannyian sokat tehetünk azért, hogy mindenki épségben hazaérjen. Csak előre nézel, és vidd, távolítsd el egymástól két kezetet, és ott álljál meg, ahol már nem látod. Hoppa. Pintér József előadásában beszélt a balesetek kiváltó okairól, illetve a szakember arra is felhívta a gyerekek figyelmét, hogy ezeket egy kis odafigyeléssel könnyedén meg lehetne előzni.